can you feel it now? Nos, üdvözlök mindenkit a légiért. Storytime! Mint minden értelmes ember ezen a planétán, én is nézem a Parks and Recreations című műsort, és nemrégiben adott egy tök jó ötletet. Donna and I spend a day treating ourselves. What do we treat ourselves to? Clothes. Treat yourself. Fragrances. Treat yourself. Massages. Treat yourself. Mimosas. Treat yourself. Fine leather goods. Treat yourself. It's the best day of the year. The best day of the year! A Treat Yourself Day egy olyan nap, ami csak élvezetes programokkal töltesz tele, egy fordított születésnapként te ünnepled magad, hogy feltöltődj, kikapcsolj és kicsit megjutalmazd magad a mindennapos küzdelmekért. Úgy döntöttem, én is lejárok egy ilyen napot, és adok nektek tanácsokat, hogy miként tudjátok egy nap alatt teljesen felturbózni az önbecsüléseteket. És lettem olyan szerencsés, hogy beugrott a Frappé, hogy megtámogassa az egész napos proaktív önsimogatásom. A Frappé egy tök laza app, amiben éttermeket, kocsmákat és programokat tudsz keresni ahhoz képest, hogy épp hol vagy, épp milyen stílusra, aktivitási szintre vagy közösségre vágysz. Tök ingyenes, tele van sok jó cuccal, és én is ez alapján navigáltam a napom. Na akkor kezdjük el és treat yourself! Első program. Valami, amit sose csinálsz, pedig mindig kéne. Nekem egy jó kávé és egy tisztes reggeli. Rengeteg ember van, aki nem szokott reggelizni. Én is nagyon sokszor ilyen ember vagyok. A helyzet az... Nem tudom, mi hova mentem ezzel a beszélgető szöveggel. A helyzet az, hogy ez egy reggeli. Én sokszor nem eszem a reggeli. Pedig jó a reggeli. A Treat Yourself Day az nekem mindig a kávéval kezdődik, viszont otthon mindig így nagy sietésben, éppen a munka előtt csak gyorsan összefőzök valamit. Úgyhogy most, ma egy igazán jó, tisztes, teljes kávét fogok megenni. Egy jó, tisztes magyar reggelivel. This is the start of a heart attack. Második program. Valami kikapcsoló, amire sosincs időd. Nekem egy jó, fájdalmas thai-masszázs. Az, hogy én alapjáton nem szeretem a masszást, nem azért, mert túl intim, azért, mert csikiz. A tájföldi utam alatt viszont beültem egy tájmasszázsra, és egy olyan 50-es kövér tájnéni úgy agyonvert, hogy járni nem tudtam utána. És ezt imádtam. How you doing? Úgyhogy azóta a tájmasszást nagyon szeretem. Igen, fáj, kicsit meglepő is az elején, de olyan nagyon jól fáj, hogy aztán nagyon kielégítő a végén. Harmadik program, a kedvenc kajád a lehető legjobb verzióban. Nekem egy gurmé burger. Következő megálló az ebéd, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a Treat Yourself Day-ben mindent minőségi szinten kell csinálni. Hogyha éhes vagy, akkor meg kell találnod a kedvenc kajádat, és abból is a legjobb minőséget kell prezentálni a pocakodnak. Úgyhogy ide jöttünk a Mia Pia Bistróba, ahol ezt a gurmé burgert fogom enni, amiben kecskesajt van, lilahagymalekvár, karamellizált körte és egy Black Angus burger. És, ami nagyon vicces és nem tudtam róla, adnak hozzá ilyen kis gumikesztyűt, hogyha kézzel akarsz enni, nehogy elrontsd a manikűröd, úgyhogy most így vessük bele magunkat, gyilkoljuk meg! Rohadt finom.
abszolút megfelelő, abszolút kell hozzá a gumikesztyű. És mi nagyon érdekes, már nincs hamburger íze. Tehát már annyira túltolták a minőségét a hamburgernek, hogy ez már teljes szempontból egy kulináris összeállítás, inkább mint egy klasszikus hambi-mambi. De valami eszméletlen finom, úgyhogy megérdemeljük ezt. Nyilvánvalóan treat yourself. Kóstoljuk meg. Nekem érzek egy kis mogyorót, egy kis elkeseredést, és egy pozitív jövőképet csutóízben. Negyedik program, valami, amit mindig is ki akartál próbálni, de sose jött össze. Nekem ez a trambulin terem. Itt vagyunk a Cyber Jump Trambulin Parkban. Valami, ami ahogy nézem, főleg a gyerekeket érdekel, de gyerekek, a trambulin a legkirályabb dolga a világon. Én ott tanultam meg hátraszaltózni. Különböző tök menő dolgokat lehet vele csinálni, parkourosok is használják, hogy trükköket tanuljanak, mielőtt kimennek terepre. Úgyhogy most ide jöttünk és megpróbáljunk pár új trükköt. Ez a játszatéri homokozónak megfelelő dolog. Egy kis perem van, innen lehet remekül különböző hátszatokat, cukahárákat, ilyeneket tanulni. Úgyhogy én már nem emlékszem, én már nem tudnék most így helyben hátszatozni, de megpróbáljuk. Kész kifordít. Oké, okay. És kell mondanom valami bölcsészeti elméletét, hogy felnőttnek érezze magam. A gyermekkor koncepciója. Egy olyan dolog, ami hasonlatos egy elveszett paradicsomhoz. Az ember megéri, akkor nem figyel rá. Majd egész életében ugyanazt az élményt próbálja visszaszerezni. Én úgy gondolom, hogy a gyermekkor nem egy absztrakt gondolat. Egy folyamatosan tetten érhető és gyakorolható értékösszeg. Könnyed szórakozás, ugrálás, sikongatás. A feladatok és a különböző kötelességek elfelejtése. Akár csak egy pillanatra is. Jó, most már jól érzem magam el. Boldogsághoz, nem? Trambulin egy kosárpány. Még milyen jó lett volna. Ez nem igaz. Kijövök dolgom végeztével. Nos! Azt, amit végeztünk. Mehetünk haza? Menjünk. Ezt talán vissza! Semmi! Addig jár a korsó a kútra! Álljunk össze! Két kicsi legó! Nem sikerült? Talpra magyar! Milyen haza! Ötödik program, egy jó duma, egy jó baráttal. Thank you.
És itt zárjuk, hölgyeim és uraim, a Treat Yourself Date, a Rabbit Hole-ban vagyunk, ami egy koktélozó, kávézgató hely, és egy ilyen jó koktéllal üdvözlőjük ezt a fenomenális napot. Imrével ültünk le beszélgetni a Game Day-ről, a születésnapi programjáról. Nyilvánvalóan láthatjátok, hogy ez egy limonádé, nem alkoholos, és kérdezhetnétek, hogy egy koktélozó helyen én miért nem iszom legalább alkoholos koktélt. Nos, azért, mert a Treat Yourself Day-nek nagyon fontos eleme, hogy feltölt és felkészít az év további részére, amikor küzdened kell. Úgyhogy ha én most talajrészegre iszom magam, akkor a új feltöltődött évem úgy kezdődik, hogy alig látok ki magamból. Úgyhogy Treat Yourself Day-t sosem bődületes berúgással kell végezni. Egy-két pia belefér, de a lényeg az, hogy egy utolsót jót piáljunk a barátokkal. Úgyhogy ennyi. Nos, ez volt az én Treat Yourself DM, remélem tetszett, és remélem tudtam adni pár ötletet, hogy esetleg ti mit vállaljatok be, ha nekiveselkedtek egy ilyen napnak. Köszönet a Frappénak is, hogy végignavigálta ezt az egész programot, nagyon jó ötleteket adott, úgyhogy csak javasolni tudom, minden esetre a legközelebbig. Jó utat!